Ahhoz, hogy a létrehozott kampányunk meg tudjon jelenni, ahhoz létre kell hoznunk egy feliratkozó modult. Menjünk el a modulkezelőbe, és az új gombra kattintva hozzunk létre egy e-mailing modult. A változatosság kedvéért adjuk ennek is a kampány egy elnevezést, és helyezzük el egy modul pozícióba. Mivel ezt a feliratkozó modult én most egy cikken belül szeretném elhelyezni, ezért bár kiválaszthatnánk számos a grafikai sablonban definiált modul pozíciót, de olyan modul pozíciót kell kiválasztanunk, ami itt biztosan nem jelenik meg, tehát nem azt a megoldást választjuk, hogy rákattintunk az egyik modul pozícióra, hanem azt a megoldást választjuk, hogy ékezet nélkül az angol ABC betűit használva egyszerűen beírunk egy szöveget, ez most ebben az esetben a kampány egy szöveg. Tehát itt egy olyan modul pozícióba fog majd megjelenni a feliratkozó modulunk, ami a grafikai állományok közt, a grafikai modul pozíciók közt nincsen definiálva. Ahhoz, hogy fel lehessen iratkozni, az automatikus feliratkozás részen ki kell válasszuk azt a témakört, amihez hozzá akarjuk kötni a feliratkozó dobozunkat. Ha emlékszünk még a film elejére, akkor az első lépésünk a témakör létrehozása volt, ott a kampány egy témakört hoztuk létre. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha valaki fel fog iratkozni majd ennél a modulnál, akkor ő erre a hetes számú kampány egy témakörre fog feliratkozni. Itt most a modul alapbeállításait nem részletezzük, megjelenített mezők a név és az e-mail lesz, és semmi más egyéb részleteket most nem definiálunk. Elmentjük.